Na, hát sok szeretettel köszöntünk mindenkit innen az Egri Road Beatles Múzeumból. Igazából az ötödik születésnapunkat akarnánk megünnepelni ezen a napon, de hát, mint tudjátok, nem mindenre van lehetőség. De azért reménykedünk, hogy hamarosan nyitunk, és arra gondoltunk Billyvel, csak ketten vagyunk itt, és látjátok, ilyen szociálisan közel is egymáshoz, de hát el kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt két hónapot végül is egy helyen töltöttük, úgyhogy nagy baj nem lehet. Tehát Billyvel beszélgetnénk arról, hogy mik voltak azok az élmények, amik az elmúlt öt évben bennünket itt a múzeumban értek, illetve úgy egyébként is meg akar engem lepni néhány kérdéssel, én meg majd megpróbálom meglepni a válaszokkal, úgyhogy kezdjük is. Sziasztok! Billy vagyok, a múzeumnak a tárlatvezetője, az egyik. Szabó Pisti kollégának nem szóltunk, mert ezt most találtuk ki, nagyjából nem túl rég. És ilyen spontán dolognak gondoltuk ezt az egész, és ez az is lesz. Kedves Gábor, hogy született ez a múzeumnak az ötlete? Ezt a kérdést még szinte soha nem hallottam. Hát azért, aki még eddig nem hallotta a választ, annak elmondom, hogy 78 végén láttam a Nehéz nap éjszakáját, és igazság szerint onnantól datálódik nálam azt kell mondjam, hogy a könnyű zene szeretete is, de alapvetően a Beatles őrület is. És mivel egy olyan korban nőttem fel, amikor nehéz volt azért ezekhez a dolgokhoz hozzájutni, ezért a következő évtizedek azzal teltek, hogy dalokat, könyveket, képeket gyűjtögettem, és igyekeztem ezeket valamiféle sorrendbe összerakni. És hát ugye az ember akkor még nem gondol arra, hogy ennek mi lesz majd az értelme, hanem gyerekként, meg fiatalként elsősorban az érdekli, hogy az életét minél színesebben tudja folytatni. És én sem gondolkodtam abban, hogy mi lesz majd az értelme. Ugye a 90-es évek vége felé volt az első olyan kérdés a haveroktól, hogy talán majd egy múzeum lesz ebből. És én akkor úgy elhessegettem az ötletet, hogy majd igen, hogyha majd olyan 50 éves korom körül, 40 éves korom körül lesz, úgy gondoltam. Aztán pont a kettő között ugye 45 évesen sikerült megnyitni. Hát egy elég hosszú 5 éves időtartam volt a tárgyalás, ugye Molnár Gáborral, akit nyilván ismertek a Halhatatlan Beatles baráti körből és ugye a könyv alapján is. Már régóta beszélgettünk róla, hogy kellene csinálni egy múzeumot, és akkoriban ő is úgy gondolta, hogy eljött az idő, és hát tulajdonképpen ketten vágtunk ebbe bele. Abban az 5 évben ő is rengetegszer jött le ide Egerbe egyeztetni, több hely is volt. És azt kell mondjam, hogy az egyetlen ember, aki akkoriban olyan nagyon hitt az egészbe, Gáboron kívül, az ugye éppen te voltál, Billy, hiszen veled már a legelején megbeszéltük, hogy amint ez megnyit, akkor te ide költözöl, és ugye te leszel itt az egyik munkatárs. És hát hálából nyilván azért, mert te bíztál is ebbe, ez így is történt. Hát most már 5 éve. Ez már 5 éve. És ha már itt tartunk, a háttérben halljátok ezt a szimpatikus dolgot. Hát 1978. december 22-én este 8 órakor a Királyi TV leadta a Hard As Night című filmet, és mikor ez a dal megszólalt, ez miatt lettünk Beatles rajongók, a Gábor is, Cutor Zoli barátunk is, meg én is, és ez egy óriás kis emlék kötődik hozzá. Valószínűleg a rengeteg barátom azért ismeri a Szakács Kálmit meg a Göncét, a fiatalabbik Kálmit nyilván, és a Kálmit én megzsaroltam, ütöttem a házát, hogy tessék velem énekelni, hogy va-va-va-va, és a kardomból, amit papám csinált, abból raktunk rá egy húrt, hát egy madzagot is a papok itt, és akkor ezt énekeltük mi is. Ugye angolul akkor sem tudtam meg, most sem, így a va-va-va-va lett ennek a dalnak a címe. És ami mai napig megvan kazettának, az öreg szakásnál. Igen, hát ez szerintem benneteket is megérintett, gondolom, hogy sok embernél így volt. A múzeumban egy külön élmény, hogy rengetegen a mi generációnkból jönnek, hogy ez volt az, ami ugye elindította bennük a Beatles őrületet. És ha belegondoltok, valóban az első Beatles hang, mert nekem is, ugye az a híres akkord a Hard As Night elejéről, mert a magyar tévében tudtam ma, bár erre nyilván nem emlékszem egyértelműen, ez a kezdő dallal indult a film. És ugye van egy másik verzió, amin az Alkrainster egy ilyen introféleként van rajta, de szerintem a magyar tévé csak a Hard As Night-os verziót játszotta. És aztán utána ugye ez az Aua-Ua, ez akkora sláger lett, hiszen kétszer is játsszák ugye a filmben, egyszer a vonaton, egyszer pedig a koncerten, hogy mindenki ugye beleszerelmesedett. És éppen most olvastam egy újságcikket, amiben pont erről beszéltek,
vagy írt valaki, hogy a Wawau az mert nagy majd emléke még a mai napig. És hát zenészekkel beszélgetve is többen elmondták. Én, akiről pontosan tudom, hogy a Cutor Zolin kívül, meg még sok más zenész haveron kívül, hogy például a Cipő is ugye a Republicból így indult el, hogy ezt a filmet megnézte, és aztán kereste a zenekari társakat már másnak. Tehát ez egy akkora hatású film volt abban az időben is, hogy én azt szoktam mondani, hogy a Beatles tulajdonképpen ide a magyar hangulatba, vagy a magyar közbe ugyanúgy robbant be, jó 15 évvel később, mint ahogy Amerikában 64-ben. Tulajdonképpen ez a 15 év késedelem, amit Magyarország akkoriban szociálisan körülbelül megélt, az pont az a 15 év volt, amivel később itt bemutatták a filmet. Tehát olyan hatása van a magyarokra a Nehéz nap éjszakája című filmnek, mint még az amerikaiakra az Ed Sullivan Show-nak. De azért maradjon meg angolul is a dalnak a címe, hogy azt akkor prezentált létszéves. I should have known better, ugye jobban kellett volna tudnom. Jók ezek a fordítások, emlékeztek, biztos többen majd tőlük emlékeztek, hogy régen az ilyen rádió újságok, meg egyebekben ráírták ugye magyarul a címeket, és akkor utána ott volt, hogy Lennon McCartney. Nekem egy külön emlékem, hogy elég sokszor kellett a suliból meglógnom, mert ugye mindig vásároltam ezeket a füzeteket, újságokat, hogy mi lesz a következő néhány napban a rádióban a műsor, és keresgéltem, hogy nekem még nem meglevő dalokat föl tudjam venni. És emlékszem, hogy a legutolsó Beatles dal, ami érdekes is, az pont a She's a Woman volt. És ugye én mindig azt vártam, hogy egyszer azt írja majd a rádió is, hogy ő egy nő. És végre aztán ez a hihetetlen cím, az ő egy nő, benne volt a rádió újságban, és hát a tanároktól azért elnézést kérve, én meglógtam, és végre sikerült fölvennem. Ez volt az utolsó hivatalos Beatles dal, ami még akkor nem volt meg nekem. Úgyhogy, de ezek a fordítások mindig jók voltak. Erre jut eszembe, itt van ugye ez az If I Fell, ami hát ugye alapvetően az angolban az If I Fell in Love with You, tehát ha beléd szeretek kifejezést tartalmazza. Magyaroknak sikerült, ha elesek, ha pofára esek és másképp fordítani a címet, hiszen ugye a beleesés, vagy itt alapvetően, ami jó lett volna a fordításnak, ha beléd esek, vagy ha beléd zúgok, talán ez lett volna jó. De sorozatosan az újságból úgy írták, hogy ha elesek, ugye angol szótárból kikeresve, hogy mit is jelenthet az If I Fell. Gyerünk vissza 2015. május 15-ére. Hú, na, milyen érzés volt az a nap a számodra? Hát az halál. Tehát gondoljátok el, hogy előtte ugye évekig terveztük, hogy hogyan fog ez a dolog megszületni. És hát azért ezt hozzá kell tennem, hogy anélkül, hogy megbántanék bárkit, mert az általában nem szokásom. Azért a szakma nagyjai, akik eljöttek ezt megépíteni, sok meglepetést tudtak okozni. És hát azt is el kell, hogy mondjam, hogy egyébként hál' Istennek áll a rendszer, tehát minden szépen működik, de a létrehozásban azért volt egy-két kemény nap, amikor csodálkoztunk sokféle magyar megoldáson. És hát ami erről nekem emlékem az, hogy igazából nem is nagyon van emlékem. Mert hogy én aznap reggel, tehát tulajdonképpen azt hiszem 10 órakor volt egy sajtótájékoztató, ami a megnyitó indult. Fél 10-kor értem haza, úgyhogy előtte való egész este még itt furtunk, faragtunk. És egy ing meg egy nyakkendő kötése volt az, ami sikerült, és aztán rohantunk vissza, hogy megnyissuk. Ugye akkor már a Bródi János itt volt, nagyon sajnálom, hogy például ugye a Balázs Fecó is itt volt már egy órával hamarabb, és nem tudtam vele találkozni, és ezt most is elnézést kérem. Én viszont beszélgettem vele, azt az egy órát sajnos. Sajnos tolódott az időpont, és igazából a Bródi Jánossal sem sikerült annyit beszélgetni, vagy annyit beszélni, találkozni, mint amennyit szerettem volna. De hát ugye voltak itt mások is, akikkel jól lett volna beszélgetni, és csak később derült ki éppen a füzetbe való beírások alapján, hogy ők itt voltak. Vagy csak egy gyors köszönésre jutott idő. Hát egy olyan tipikus rohanós megnyitó volt, de akik itt voltak, és akiknek ugye nyugodtabban telt a nap, azok azt mondják, hogy nagyon jól sikerült, a Bródi János is el volt ájulva, hogy milyen múzeumot hoztunk itt létre. És hát egy-két dolog azért ugye megmaradt nekem is, hogy a Black Ghost koncert volt lenne a Dobótéren, sajnos oda se tudtam én lejutni, de hát ugye otthon volt az egész város, és az is nagyon jó volt, amikor itt Mariannék, ugye a Bródi Jánossal, Micski Mariannék elengedték ugye ezeket a fehér lufikat, tehát volt ebben sok szép és látványos elem, nekem ez eléggé kimaradt. Képzeljétek el, amikor az építési cég bejött ide első nap, azt mondták, hogy hát ők nem szoktak ilyet csinálni, ők 3 napra terveznek, egy nap fölépítik, egy nap áll, harmadnap meg összedől az egész.
Igen, amikor mi nevettünk velük együtt, hogy milyen viccesek vagytok, és akkor rájuk néztünk, és láttuk, hogy ezek nem viccelnek. Akkor mi is megijedtünk azért valamennyire, hogy ezek tényleg így gondolták. És akkor mondtuk, hogy mi ez ilyen 20-30 évben gondolkodunk, hát ők is már nem mosolyogtak annyira. Jó, hát összekapták magukat, tehát igazából nem lett belőle gond, és ahogy mondom, minden megépült, és ugye utólag minden szép és minden jó, de az kétségtelen, hogy azért az első hónap, amikor itt a dolgoknak a létrehozása ment, azért az kemény volt. De aztán, igen, de aztán utána megnyitottunk, és ugye már az első héten, az első napon, már a megnyitón azt kaptuk vissza, és azok a visszajelzések voltak, pedig nézegetve a régi képeket, ugye még töredékesen volt itt a tárgyaknak és azoknak a dolgoknak nem voltak a helyükön, amiket én elképzeltem, de már akkor nagyon elégedetten és meglepetéssel nyilatkoztak róla, úgyhogy nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. Nagyon kedves sztori volt, hogy aki sajnos meghalt, Sanyi barátunk, egy két héttel nyitás előtt azt mondta, hogy nagyon szívesen lejön Pestről és megcsinálja az egész ragasztásokat a falakra föl, csak jöjjek ide vele és segítsek neki. Így van. De úgy, hogy én ezeket, tehát aki ismer, azt vagytok egy páran, azért tudjátok, hogy a kézügyességem nem a legfontosabb része az életemnek. És kénytelen voltam megtanulni ezt is. Igen, hát itt Billy rengeteget dolgozott magán már a létrehozásán is, és hát ugye mindenben segített ő is, meg István is, tehát abszolút ők kivették a részüket már a legelején a munkából, és azóta is abszolút meg vagyok elégedve azzal, amit ők létrehoztak, és létrehoznak minden nap, és tényleg úgy érzem, hogy sajátjuknak érzik a múzeumot. Sanyira visszagondolva, én a mai napig nagyon hálás vagyok neki ezért, és nagyon szomorú voltam, amikor hallottam a balesetét, és hogy ilyen fiatalon elment, úgyhogy kicsit rá is emlékezünk ebben a műsorban. Ugyanúgy, mint egyébként Schulz barátomra, Urbán Péterre, aki idén halt meg szegény, hangmérnökként segített bennünket, és a pincében levő filmnek a hanganyagát vágta, effektezte, és hát én azt gondolom, hogy mindig itt van körülöttünk ez a két ember, akik sajnos azt kell mondjam, hogy most már a mi halottaink is, és barátaink is. Igen, hát az életnek vannak ilyen oldala, és nyilván tudjuk ezt, és azt is tudjuk, hogy ez az év, ez nem csak az ötödik születésnapunk lenne, vagy az is tulajdonképpen, hanem hát ugye John Lennon év is, és szerettük volna ezt az ötödik szülinapot úgy ünnepelni, hogy valami különlegessel kedveskedünk, hiszen emlékeztek, hogy tavaly ezekben a napokban Quarryman volt itt, és hát az is óriási élmény volt, hogy ezek az emberek eljöttek és első kézből meséltek az életükről és a Beatles-szel kapcsolatos történetekről, és hát hogy egy személyesen lehetett velük beszélgetni, találkozni, mindenfélét aláírni, és hát a koncert is nagyon jól sikerült itt a színházba, úgyhogy abszolút nem lehetett panasz senkinek oka. De úgy gondoltuk, hogy ebben az évben, ugye az ötödik évben is valami különlegeset hoztunk volna. Azért nem mondom el egyelőre, annyit elmondhatok, hogy egy John Lennon hasonmás koncerttel és komoly előadással és filmnézéssel tudtuk volna ezt ünnepelni, de hát ugye a vírus miatt ezt nem tudjuk most megtenni. Nem hiszem, hogy az idén erre lesz esély. Amiről viszont nem nagyon akarunk lemondani, az a decemberi emlék időszak, hiszen ugye John Lennon 40 éve távozott közülünk, 40 évet élt a Földön, és úgy gondolom, hogy azért ezt mindenféleképpen decemberben meg kell, hogy majd emlékezzünk róla. És hát elsősorban nyilván az életére emlékezzünk és azt ünnepeljük meg. Nyilván valami jó műsorra fogunk kedveskedni nektek, reméljük, hogy nem jön vissza a vírus és együtt lehetünk majd decemberben. Kiderült számunkra, hogy mekkora értéke van a szájról-szájról vagyok való hagyománynak, hogyha elmondják egymásnak azok az emberek, akik bejártak a múzeumban, a szomszédoknak, és így Győrt tudom kiemelni. Képzeljétek el, hogy voltak egymás mellett lévő szomszédok, akik elmondták egymásnak, hogy voltunk a Beatles Múzeumban, jó volt, eljöttek azok is, az következő utcán is elmondták, és egy ilyen egész kerületnyi ember jött a múzeumban Győrből, mert mondták a szomszédok meg a másik utcában lévő emberek, hogy ez milyen jó ez a múzeum, hogyha jöttök Egerbe, ez jó. Igen, hát ugye azt tegyük hozzá, hogy azért annak idején, amikor ez az egész ötlet megszületett, akkor akikkel az elején tárgyaltam, nyilván furán néztek rám, tehát azért rengeteg ember megkérdezi, hogy miért van ez ugye Egerbe, és mindig csak azt tudom mondani, hogy azért, mert itt vagyok.
és én Egerbe akartam ezt megcsinálni, mert annyira az ember lokálpatrióta, hogy mégiscsak szeretné ott megcsinálni, ahol lakik. A másrészt meg ugye itt tudunk itt lenni minden nap, és itt tudunk gondoskodni a múzeumról, hiszen egy múzeum és egyébként mindenféle magyar vállalkozás akkor esik szét, hogyha az ember nem figyel rá, ha nem működnek a monitorok, ha leesik ez az, és nincs visszarakva. Tehát nem egy pénzpumpát akartunk, hogy elrakjuk Pestre, és akkor óriási pénzpumpaként a Beatles-en élősködve milyen jól fogunk élni, hanem a Beatles-nek egy tiszteletet adva itt Egerben megcsinálni, és mindig a lehető legjobb minőségben megtartani a múzeumot. Tehát azért ez mindig is egy különleges dolog volt. De az is biztos, hogy amikor az emberek eljönnek és megkérdezik, hogy miért Egerben, akkor nem ezt várják. Tehát ott most jelen pillanatban a boltban vagyunk, és hát voltak már olyan ember, ugye, aki bejött ide a boltba, ugye az állandóan nyitva az utca felől, körbenézett és el volt ájulva, és hú de jó, sapka, póló, lemez, hú de jó ez a Beatles Múzeum, és már ment is volna el, amikor mondtuk neki, hogy hát ne arra mondjon, még egy kb. 300-350 négyzetméter még van, meg még durván egy olyan 2000 emléktárgy, amit érdemes megnézni. Tehát bizonyos szempontból előnyünk is az, hogy Egerben vagyunk, de én azt gondolom, hogy talán Pesten is megállná a helyét ez a múzeum, és ahogy a Liverpooliak is mondják, vagy a világ bármely helyéről ideérkező vendégek is, most nem tudom, 90-100 körül vannak az országok? Egy idő óta már is számoljuk. 90 plusz, valahol 100 körül lehet. Ugye folyamatosan írják be, de gondoljatok itt most Dél-Afrikától, Brazílián keresztül mindenféle, tényleg nagyon Ausztrálián át mindenféle országokra, hogy ez a világon mindenhol óriási lenne. És ugye emiatt, mivel úgy csináltuk meg, hogy ez nem is annyira, ahogy mondom, nem arról szól, hogy csinálunk egy Beatles Múzeumot, hanem tiszteletet adjunk ezeknek a srácoknak a munkájukért, az életükért, a zenéjükért, amit számunkra is jelent egy a maga a Beatles. Ezért olyan minőségben akartuk megcsinálni már a legelején, hogy ez méltó legyen hozzájuk. És ha azt mondjuk, hogy igyekszünk méltóan megcsinálni, akkor ugye elég magasra tesszük a mércét. És mivel magasan van a mérce, ezért a legtöbb ember pedig ugye jóval alacsonyabb mércével állít be hozzánk, ezért azt tudjuk mondani, hogy nem véletlenül kapjuk ugye az öt csillagokat mindenféle oldalakon, most éppen ugye a TripAdvisor-on az első program lettünk Egerben, és azt nyilván nektek köszönhetjük, hiszen nem mi magunk adhatjuk ezeket a dicséreteket, hanem ti adjátok ezt nekünk, és ezt köszönjük is szépen, és továbbra is nagyon köszönjük, hogyha a Google-on, a Facebookon, meg a TripAdvisor-on segítetek ezzel, hiszen minden ilyen kattintás azt jelzi, hogy a múzeum érték, és ugye nagyban segít abban, hogy jó helyeken és jó helyezéseken találjanak meg bennünket a vendégek. De igazából ez, ahogy mondom, nem a mi érdemünk, mert a Beatles tette olyan magasra a lécet, ami miatt, ha egy igazi Beatles múzeumot akarunk csinálni, akkor nem csináltunk rosszat. Tehát egy Beatlesnek jár az, hogy egy minél jobb múzeummal fejezzük ki a tiszteletünket. Így, hogy most nem figyel, elmondhatom, hogy beteg. Hát itt 1500 múzeumi tárgyal indult az egész kalandunk 15-ben, hát most ilyen 2500 tárgy van bent. Most már ott tartunk, hogy mindig azt mondja, hogy többet nem veszek semmit, de hát ez abban persze felejtős, meg kb. 2-ben mondja, hogy figyelj, csak találtam valamit. De igen, veszélyes vizeken evezek most már lassan 40 éve, de erre csak azt tudom mondani, hogy ugye amikor megálmodtam, és mondhatom azt, hogy megálmodtam, mert alapvetően ugye az, hogy mi lesz benne és hol lesz, azt örülök is, hogy szabad kezem volt ebben, de meg is kellett, ki is kellett találni. És akkor nekem azért megvolt az, hogy mi az, amire szükségünk van ebben a múzeumban, mi az, aminek biztos, hogy kell lennie. Néhány olyan dolog is bekerült nyilván, amire én annak idején nem gondoltam, és véletlenül hozott össze vele a sors, de azért amikor kinyitottunk 5 évvel ezelőtt, akkor én azt tudtam, hogy mi az, ami még oda fog kerülni. És ez körülbelül ezt jelentette, hogy ami ma van. Tehát most 2020-ban azt mondhatom így 5 év után, hogy, és tudom, hogy most megint azt fogod hallani, hogy komplett az egész, de alapvetően az. Tehát most ha azt mondom, hogy az összes olyan embernek, aki valóban közel állt a Beatleshez, vagy fontos volt a Beatles életébe, az aláírása megtalálható. Az, hogy az összes olyan apróság, ritkaság, ami azt mondom, hogy fontos, hogy egy Beatles Múzeumban megjelenjen, bizonyos babák,
bizonyos fésűk, rágópapírok, ezek a dolgok, amik ugye a Beatlemania-nak a részei voltak, ott is mindig tudtam, hogy mi az körülbelül, amire szükségem van. Nem lehet azt mondani, hogy ne lehetne mindig szerezni újabb dolgokat, de ahogyan mindenben itt is vannak olyan ikonikus tárgyak, amik részei a Beatles mániának, amiknek itt kell lenni. És ezek mostanra meglettek, ezek a dolgok, ezek ott vannak. Nem mondom, hogy nem lehetne ritkán lemezeket még kitenni, de elég tömény így is az anyag, és azt gondolom, hogy az átlag érdeklődőnek érdekesebbek mondjuk ezek a nem mindennapi tárgyak, mint mondjuk ritka lemezek, amiket nem nagyon tud ő igazából értékelni, vagy nem nagyon tudja, hogy azoknak mi az értelme. Azoknak nagy része nekem is otthon van, pont azért, mert ugye hely az egyáltalán van nem sok, és igyekeztünk inkább olyan szinten egy olyan ilyen multimédia múzeumot összehozni, ahol azok a tárgyak, amik nem csak kifejezetten kazetták és lemezek megjelennek. Tehát most 2020-ban azt tudom mondani, hogy ha engem most kérdez valaki, hogy mi nincs, akkor én már igazából csak egy, és nagyon őszintén, csak egy Rickenbacker gitárt szeretnék még kitenni, hiszen az még egy jellegzetes hangszere volt ugye a John Lennonnak. Minden más... Meg egy lábdőr. Hát igen, egy Ludwig Bibus feliratos lábdőr, de igazából hely nem nagyon van már, tehát ilyen szempontból ez egy bajom van, hogy hát találnál neki helyet. Jó, hát igen, előbb-utóbb jó lenne még egy emelet, persze, de hát maradjunk azért realisták, tehát ugye minden nagyobb álom, vagy még egy újabb emelet, vagy még egy újabb rész, az sok mindennel jár együtt, ott ugye bérleti költség, vagy rezsi költség, vagy még egy embernek a felvétele, sok minden számít, és ugye tudnunk kell azt a határt, ahol ez a múzeum úgy tud működni, hogy eltartja magát, és mindenki boldog abban, ami van. Lehet, hogy egyetlen egy ilyennel, hogy többet markolunk, hogy magának a múzeumnak a létét tennénk tönkre. Tehát örüljünk annak, amink van, de ezen a néhány száz négyzetméteren azt merem mondani, hogy tulajdonképpen egy nagyon komoly Beatles korszakot bemutató tárlat működik. Aminek lenni kell, megvan. Igen, aminek lenni kell, megvan. Így van, én is így gondolom, hogy aminek lenni kell, megvan. Sőt, jóval több, mert sok mindent ki lehetne venni, de szívem szerint nem akarom kivenni. Másrészt meg vannak olyan dolgok, például a Lemon hajából ugye az a 1-2 mm, az egy tipikusan olyan dolog, amire én nem gondoltam annak idején, hogy ezt én majd fogok szerezni. Kicsit furcsának is találom, hogy emberi testrészekkel, meg egyebekkel díszítsünk egy múzeumot, de azt is el kell mondanom, hogy az emberek nagy része, amikor belép, azt kérdezi, hogy mi az, ami eredeti. És hát én ezt sosem tudom igazából hova tenni, mert alapvetően minden eredeti, tehát az a lemezek eredetiek, a tárgyak eredetiek, a könyvek eredetiek, hangszerek nyilván úgy nem eredetiek, hogy nem a John Lennon gitárja, de John Lennon limitált kiadások, ami azt jelenti, hogy ugye a John Lennon család által engedélyezettek, és ugyanúgy néznek ki, és ugyanolyan anyagból készülnek, mint azok a hangszerek, amiket ők használtak. És hát arra azt is el kell mondani, hogy magyarok vagyunk, és nem nyertük meg a lottót. Tehát egy-egy ilyen gitárnak, ha meg lehetne egyáltalán venni, időnként lehet egyet-egyet, ami közelében volt valamelyik Beatles tagnak, de mindig komoly milliókról van itt szó. Hát, és hát majdnem mindkább milliárdokról beszélünk. Igen, tehát itt arról beszélünk, hogy lehet, hogy a múzeum teljes ára nem fedezne egy-egy ilyen gitárt. Tehát ilyenben nem is gondolkodunk. De még megmondom őszintén, hogy akkor sem érzem az igazából a szükségességét, hogyha most megnyernénk a lottót, akkor sem azt, hogy erre költeném a pénzt, hogy vennék egy olyan gitárt, ami játszott a John Lennonban, mondjuk sok 100 millió forintért, mert annál van annak jobb helye. Tehát viszont a hangulatot, az érzést, mindent vissza tudunk adni. És aztán ugye kérdeztük, hogy mi az, ami eredeti, hát nyilván aláírások nyilván eredetiek. És hát akkor gondoltam, hogy jó, hát ami a legérdekesebb lehet, esetleg tényleg a hajukból valami, ugye ágyneműjük is eredeti, ami ki van állítva. Tehát vannak itt olyan dolgok, amikre én annak idején nem gondoltam, hogy majd ki fogom állítani, de most már itt vannak. De a Lennon hajszál az tipikusan ilyen volt, hogy ezt csak azért is kerestük meg, vagy kerestem meg, mert azok az emberek, akik ezt kérdezik, hogy mi eredeti, azoknak azt mondom, hogy de itt a hajszál, ennél sokkal eredetibbet nem nagyon tudok mondani. Ugye majd esetleg még Ringóval beszélünk, hogyha már nem kell a ballába, akkor azt majd küldje el, de mindig ezt szoktuk mondani, hogy egyelőre hadd maradjon meg neki, még mindig dobóval vele, úgyhogy
Hagyjuk meg Nincsi bácsinak. De kaptunk negatív kommenteket is, és ez teljesen jó, mert ha valaki csinál egy bármilyen múzeumot, vagy bármit csinál, ami kikerül a köztudatba, és negatív kommenteket kap, azt el kell tudni fogadni, meg fel is kell dolgozni. Egy kedves hölgynek az volt a legnagyobb problémája, hogy hol van kiírva John Lennonnak a halála. És mikor közöltem vele, hogy ez Beatles múzeum, és a kettő között van 10 év különbség, akkor úgy, ja tényleg. Most akkor, ja, hát... tehát John, azt akarom ezzel mondani, hogy John Lennon, akármi csinál, ő a Beatles lesz. Ez így van. Nagyon szeretnék nyilván, és aki ismeri a Gábort, meg én, ugye nyilván közelebb vagyok, a lakásban otthon azért tudnánk csinálni még egy, nagyjából még egyszer ennyi, ekkora, tehát a 450 négyzetméterre ezt meg tudnánk duplázni gondolkodás nélkül, de így is van egy csomó ember, aki eljön a feléig a múzeumnak, és azt mondja, köszönöm szépen, majd vissza fogok jönni, mert ez olyan mennyiségű anyagot kap, olyan mennyiségű képanyagot, videókat, és ha ezt mindenki megírja, tehát ez az sok, tehát itt órákat el lehet tölteni, és el is töltik az emberek. Igen, hát egyébként a negatív kommenteket, ha olyat kapunk, nagyon ritkán kapunk, de ha kapunk, hál' Istennek, de ha kapunk, akkor ha lehet belőle tanulni, vagy valami olyasmi, amire esetleg mi nem gondoltunk, és kellene, és fontos lenne, akkor nyilván azt átgondoljuk, és megvalósítani. Olyanokkal, akik csak azért írnak esetleg negatív kommentet, és ilyen is van, hogy bejött, amikor nem figyeltünk oda, és ugye jegy nélkül elkezdett körbe mászkálni, és amikor kérdeztük, hogy hát jegyet kellene venni, akkor megsértődött, kiment, és akkor adott egy csillagot. Tehát most ezzel nem tudunk mit kezdeni. Egy-két ilyen eset volt, de ez igazából nem számít. Tehát ezt nem is számít. Ez fönn is maradt az oldal, nem is lett kitörölve. Nem kell sterilnek lennünk. Persze. Nem kell mindenkinek tetszen. Három pasi volt bent, nagy generációs pasi, és nem is mondom neveket, mert nem is lényeges. Ők úgy jöttek be a múzeumba, hogy mindent láttak, mindent hallottak, mindent tudnak a Beatlesről, és akkor kísértáltak itt a shopba, és akkor ezt mondták, hogy itt, és akkor kérdeztem, hogy minek jöttetek be? Tehát mi volt a cél? Meg most nem a Gáborra kihegyezve, mondtam neki, hogy a Gábor valószínűleg mindent tud, mert mindent látott, mindent hallott, de még ezt soha nem hallottam a szájából. Ők meg itt hepciáskodtak, viszont volt bent egy szlovák pasi, aki végigment a múzeumon és végigmondott mindent, hogy ez innen való, onnan való, ezt, és a végén azt mondta, hogy köszönöm szépen az élményt. Na. De úgyhogy van mindenféle, de hát leginkább azért azt mondhatjuk, hogy mindenkivel nagyon nagy százalékban elégedettek az emberek. Jó, térjünk egy kicsit vissza élményekre. Tényleg mi minden történt itt az elmúlt 5 évben. Ugye az elején azt gondoltuk, hogy talán majd a nagy generációs zenészek elég hamar eljönnek, ez azért nem valósult meg. Na, egyrészt ők még mindig valószínűleg, vagy nem, nincs igazán igazából a tudatában. Ez is lehet, aztán másrészt az is lehet, hogy ugye egyrészt idősebbek is nem annyit utaznak, vagy ha utaznak, akkor fellépni utaznak még mindig. Nyilván, hogyha valaki koncertezni ide Egerbe, akkor nem szoktuk elvárni, hogy bejöjjön hozzánk, vagy nem várhatjuk el. De nyilván jó lesne, hogyha azok is eljönnének, akik ezen a zenekaron kezdtek és indultak el. És azért volt néhány nagy élményünk, ugye akik itt voltak, hogy a Szikora Robi az nagyon el volt ájulva, és ő nagyon sok időt is töltött, és Berkes Gábor. Így van, Kisberkes. Kisberkesünk ugye, Törnél György. Nyilván színészek is többen jártak már itt. Nem Szandé, akarok mindenkit felsorolni, de azért sokan voltak már. De azért én még azokat, kifejezetten a nagy generációsokat várnám, akik valóban tényleg a Beatles-en indultak el. Tehát akik azért fogtak hangszert a kezükbe, mert ez a Beatles olyan, mint ez a zenekar, az elindult, és ezt hallották, és azt mondták, hogy ez olyan dolog, ami az ő életüket is befolyásolni fogja. Tehát nagy szeretettel várunk továbbra is mindenkit. És hát arra is nyitottak vagyunk, hogy ugye olyankor vezessük őket körbe, amikor a múzeum éppen zárva tart, mert ugye sokunknak ugyanúgy rajongói vagyunk, és köszönettel tartozunk a zeneikért, tehát nagy tisztelettel várjuk őket. De persze voltak olyanok, akik zenélni is jöttek, ugye a Cutor Zolékkal már többször beszéltünk, a Blackbirds-ről is azt mondhatjuk, hogy ugye mint a zenekar, a múzeumnak a hivatalos zenekara, sok közös történetünk volt az elmúlt évek során. Ugye ebbe sokkal nagyon belemenni, hiszen emlékeztek rá, volt itt Egerben is több koncertjük,
akár éppen a Quarrymannel közös koncertjük, ugye, aztán utána szerveztünk ugye Budapestre közös programokat, bűnköszös programokat, ami nyilván volt, aki többen is ott voltatok, és remélem, hogy ennek lesz még folytatása, hiszen azért valamikor ennek a vírusnak csak vége lesz, és újra együtt tudunk lenni. Egy másik dolog, hogy persze sokkal jobban fogjuk értékelni ezeket a lehetőségeket, úgyhogy erre is érdemes odafigyelni, nem szabad kihagyni ezeket, mert ahogy szoktam mondani, egy-egy koncert az megismételhetetlen, és egy-egy ilyen összejövetel is az szokott lenni. Jó. Ki az, aki meglepő volt számodra, vagy voltak gyerekek esetleg, fiatalok? Persze. Rengeteg, nem rengeteg, de voltak több 9-8-10 évesek, akik bejöttek. Például volt egy kis, konkrétan 6 éves volt, és jött be a hattagú családjával, és a kezébe volt a kis srácnak a 2000 forint, és akkor mondtam neki, hát neked nem kell venni belépőt, majd visszajössz. És akkor mondta az anyukája, vedd el tőle ezt a pénzt, mert miatta van itt mindenki. Tehát az egész család nem volt Beatles rajongó, hanem aki 6 éves kisgyerek, az mellém állt, és amikor beszéltem, az úgy nézett rám, mint az atya úristenre. Volt egy 2,5 éves kis csaj, nem tudott beszélni, gyönyörű. Kérdeztem az anyukájától, hogy csináltok-e egy fotót majd itt a shopba, meg kaphatok tőle egy puszit, és akkor minden kis csaj rábólintott, hogy lehet. Nagyon kedves volt, fújt az összes dalt, annak ellenére, hogy nem tudott beszélni. Volt egy amerikai srácunk, akinek a nagyszüleivel volt itt Magyarországon, magyarok, csak kint élnek, és képzeljétek el, hogy mondja, meséli, hogy belépett a srác egyedül, meséli, hogy az ő szobájában nem lehet bejutni, mert ott teli van Beatles cuccokkal, és a Beatles rajongó volt. És hát mondom, hát most azt mondom, amit akar konkrétan. És egy pár perc múlva bejöttek a nagyszülei, és azt kifizették a belépőt, elintéztek mindent, és akkor mondják, hogy képzelje, fiatalember, hát ennek a gyereknek a szobáját, ha látná, hát ez is egy múzeum, úgyhogy biztos nem kamuzott. És föl, mikor kiderült, hogy van fönt egy 1970-es Epiphone kaszinónk, fölment gitározni, és nem csak ő, egy másik ugyanilyen korosztályú kisrác, aki a valamelyik nap beszéltem a Pulius Tibinek az apukája, az öreg, idősebb Pulius Tibivel, és hozzájárt gitározni, ez a kisrác és a Kecskemét is. Mind a két srác egy dalra fókuszált, Jimi Hendrix Lithuanian dalát adták elő, itt eszeveszett módon, szörnyű jó volt. És ezek egész nap gitároznak otthon. Úgyhogy a gyerekek, hát de a felnőttek is, hát jöttek ki, jönnek ide hozzám idősek sírva. Hát igen. Igen, hát ez a sok embernek az életének a zenéje és a persze, hát mindenkinek van emléke. Azt szokták mondani, hogy a Beatles az a zenekar, akit még az is emlékei vannak, aki igazából nem is szereti, vagy nem mondhatnánk rá, hogy Beatles rajongó, annak is vannak Beatles-es emlékei. Mint ahogy nekünk is vannak olyan zenekarok, akiket nem szeretünk kifejezetten, de mégis emlékek kapcsolnak valamelyik dalukhoz. Úgyhogy, és a Beatles nyilván rengeteget szólt, és az elmúlt 50 évben nyilván sok embernek az életét befolyásolta. Még valószínűleg szólni is fog. Meg hát ez, ha minden jó megy, akkor emlék még sokáig szólni is fog, mert lassan azért nem is nyugodtan kimutatjuk, hogy klasszikusokká váltak. Sőt, voltak pestiek, egymás után, napokon még az nyitás után voltak, tehát még az legelejénről beszélünk, és ugyanúgy néztek ki mindannyian, a kis ősz, haj, szakáll, szürke, öltönyben mindegyik, és külön napokon, vagy egy-két héten belül, és hogy mentek a végén a múzeumba, és oda mentem hozzájuk, és benne a sarokba hátul sírtak. Hát az ő életüket, hogy miket szabadít fel az az egész zenélés, zenélgetés. Mindenki meséli, hogy ilyen gitárom volt, olyan erősítőm, ott hallgattam a rádiót, a Luxemburgot, hogy tudtam befogni. Tehát ezek olyan sztorikkal jönnek elő, de az egyik legkedvesebb sztorim, az úrra elkezdték beszélgetni, hát hülye pasinak nekem is, hát mi a fontos, hát hogy csak jösszatok a 60-as évekbe. És akkor elkezdtem nyomni a shouldert az öreg, beindult, és akkor a feleség egyszer csak kiszólt, figyelj, nincs kellene hallgatni, hogy kivel dobtál, jó? De én is vigyázba álltam. Én is fogok kapni. Emlékeztették a beosztására szerint. Ja, hát igen, hát itt nyilván rengeteg élmény van. Nekem az egyik legnagyobb élményem egyébként, amikor megérkezett Nyíregyházára. Sajnos a nemét nem tudom, de szerintem nyíregyháziak biztos fogják tudni. Az a rákos fiatal, hát már nem is fiatal ember, csak a fiatal embert azért mondom, és az a történet lényeg egyébként, hogy alig tudod bejönni. Tehát úgy hozták be, és azt mondták, hogy egy-két hét van talán az életéből.
Nyíregyházán volt egy DJ, zenész, de Beatles dolgokat, újságokat, rengeteg minden gyűjtött már a 60-as évektől kezdve. És körülbelül a felénél járt, amikor majd egy ilyen 20 éves korra visszafiatalodott szinte, onnantól már nem kellett fogni se. És csillogó szemmel állt itt a múzeum meglátogatásának a végén. És hát olyan energiát kapott ettől az egésztől, hogy utána mondták, és utólag nyilván több hét múlva aztán szegény nyilván elhunyt, de olyan energiákat kapott, hogy tulajdonképpen mondhatjuk, hogy meghosszabbította az életét az, hogy itt lehetett, és ezt azok mondták, akik ismerték és szerették. Ha jól tudom, még egy ilyen búcsú Beatles műsort is készített, egy ilyen rádiós DJ-s műsort Nyíregyházán még a halál előtt egy-két héttel. Igen, tehát ugye visszagondolva az ember nem látja be esetleg azt, hogy az élet milyen hamar elmegy és milyen rövid. És aztán tényleg ennek az egésznek, az egész múzeumosdinak az egyetlen értelme vagy értéke az, hogy ezek a dolgok nem otthon állnak, és nem valami dobozban vannak, aminek én most így nagyon tudok örülni, hogy jaj, hát a 32. doboz legalján vannak mondjuk a Beatles Monthly újságok, hanem hogy ezek itt tulajdonképpen elérhetők, és én igyekeztem úgy megcsinálni az elérhetőséget is, hogy sok minden ugye, ha más nem, akkor legalább digitális formában átlapozható, megnézhető, gondolok itt éppen a Beatles újságokra és füzetekre, hogy az emberek, akik esetleg soha nem látták ezt, azért valamilyen szinte, ha más nem, virtuálisan kézbe tudják venni és át tudják lapozni. Tehát amikor ilyet látunk, hogy valakinek az életét befolyásolja, hogy valakire ilyen hatással van, akár akik sírva ennek a múzeumban, vagy akik visszafiatalodnak tényleg 20 éves korukra, vagy sikítozva játszanak a gitárokkal, akkor azt mondom, hogy minden egyes ilyen dologért érdemes volt, és jó ezt csinálni. És talán ez a legnagyobb hálaérzés számunkra, amikor ti, akik bejöttök és jól érzitek magatokat, ezt visszaadjátok nekünk, mert mi szeretünk itt lenni, szeretünk itt dolgozni, és nyilván ez sok ember számára egy speciális munkahely lehet, hiszen a Beatles Múzeumban vagy Beatles Múzeumban élni, dolgozni azért az nem éppen egy nem a legszebb dolog a világon. Nem egy szénbánya kétségtelenül. De azért igazából tényleg ennek a sava és borsa, amellett, hogy állandóan egy pozitív hangulatú helyen vagyunk, és jó zenéket hallgatunk, amikor az emberek, akik ide bejönnek, azt mondják, hogy fú, hát ez volt a legjobb itt, az a következő időszakban jönnek, és hogy ugye visszakanyarítsam egy picit a mondatokat az elejére, a beszélgetésüket az elejére, hogy Billy is mondta, hogy ezt ugye utána továbbadják, és hogy és ugye valahogy indultunk el, hogy ugye meglepődnek, hogy milyen a múzeum, mert ugye nem ezt várják, nem azt a mércét gondolják, amit mi egyébként meggondoltunk és mi létrehoztunk éppen a Beatles miatt, akkor utána ugye ezzel az élménnyel indulnak el, és mennek haza és mondják el. És ugye lehet rengeteget költeni, és költünk is rengeteget promócióra, mert bizonyos dolgokra kötelező. Táblákra, Facebook, stb. Ilyesmire, de annál többet semmi nem ér, amikor valaki azt mondja, hogy gyerekek, Egerbe voltam, és hát Egerbe mindenképpen menjetek el, de menjetek be a Beatles Múzeumba, mert ez egy kihagyhatatlan élmény. És amikor 5 évvel ezelőtt elindultunk, azért volt egy pár ember, aki nem hitt ebben, vagy nem hitt abban, hogy ez a dolog ez egyáltalán életképes lesz, vagy egyáltalán működni fog. És azoknak azért nem azt mondom, hogy jelezném, vagy mondanám, hogy na tessék, mert így megint nem a mi érdemünk elsősorban, nyilván mi a munkát oda tesszük mögé, meg a szeretetet, és valószínűleg azok az emberek, akik itt dolgoznak, azok, ha nem ők lennének, sokkal nehezebb lenne ezt a dolgot létrehozni, de azt kell, hogy mondjam, hogy itt tényleg a Beatlesnek és ennek az örökérvényű zenének köszönhetjük azt, hogy az akárki bejön, tök mindegy, hogy rajongó vagy nem rajongó, ez is kérdés volt, hogy lesz annyi rajongója a zenekarnak. Hát van annyi rajongója a zenekarnak, amiatt nem kell aggódni. De nem csak azoknak készült. De nem csak a rajongóknak készült. Annak idején ezt kérdezték, hogy jó, de kik fognak idejönni, és mondom, Hollandiában volt, hogy egy sajtgyárban voltam. Szeretem a sajtot, mint ahogy mondjuk akárki szeretheti egy-egy Beatles, vagy egy-egy Beatles dal, de mondjuk nyilván attól, hogy
hogy szeretem a sajtot, nem vagyok sajt rajongó, és mégis bemegyek megnézni egy sajtmúzeumot. Tehát, vagy ugyanígy bemegyek megnézni egy bármilyen múzeumot, ami az én utamba kerül valamilyen utazás során, ami nem biztos, hogy az életem közepe, de mégis valami olyasmit ad, mégis valami olyan érdekességet ad, ami miatt érdemes oda bemenni. És hát azért ezt látjuk, vannak itt nyilván olyanok, akik legszívesebben itt laknának, meg sátoroznának, és vannak olyanok, akik semmit nem tudnak a Beatles-től, és besétálnak, és 10 perc alatt körülbelül végigjárják az egészet. De ők is vigyorogva, mosolyogva mennek el, és 10 percet eltöltöttek ezzel az életükből, nekik annyi elég volt ebből, de jól érzik magukat, és boldogan mennek el, és mondják azt, hogy hú, ez tök jó volt, milyen színes, érdekes, azt a dalat én is hallottam már, hú, azt nem is tudtam, hogy ezt a Beatles játsza, és aztán ennyi. Nem feltétlenül kell az vajongóak lenni, hogy bejöjjenek. Semmi szín alatt. Hogy vigyünk bele egy kis focit is, mert ugye a focin egyébként nem tudunk élni, hogy a Liverpool, hát nyilván a Beatles-ből pláne, hiányzik is nagyon. Bejött egy szimpatikus úriember, én 65 éves volt az úriember, és itt a végén elkezdett vetkőzni, Betty Lee az betette le az ingét. És úristen, mondom, mit csinál? És levetette is a nyakámát ilyen únyi vastagságú aranyláncon, fuxon, egy nagyon nagy Rolling Stones nyelv. És mondja, hogy hát ő Rolling Stones rajongó. Hát mondtam neki, hogy semmi baj, hát még szeretjük a Rolling Stones, de semmi probléma nincsen. Elkezdett tovább vetkőzni. Na mondom, mit csinál? Levetette az ingét a hátán, Manchester United címer volt belevésve a hátába, mondta, hogy 60 éves koráig nem akart, vagy nem engedte a felesége, hogy tetováljon, és azt mondta, hogy minden este fájni fog a feje, és az lett a vége, hogy amikor 60 éves az, azt mondta a feleségének, úgy fáj a fejét a nyaka, már nem számít, és a fia kifizette neki a tetoválást, és megcsinálták ezt a United tetoválást, és mondtam neki, hogy ide többet nem jössz be, és nem a Rolling Stones miatt nyilván. Magyarán utáljuk a Manchester United-et környen. De volt más is érdekes, mondom, egy volt egy fiatal srác, és neki a karja volt végig tovább a Manchester United-nézéve, de ő is csak akkor vetett el a pulóvert, mikor már kint volt az ajtótól. Igen. Azt hittem, hogy bántjuk érte. Nem bántunk semmit, a Rolling Stones-t, és csak tudjuk, hogy ők második, de Beatles után tulajdonképpen mindenki csak második. Hát a Rolling Stones is második, meg a United is mindig. És akkor nekünk ez teljesen és jó. És akkor így jók vagyunk. De ez csak a poén, hogy mennyire érzékenyek az emberek el az egészre, és hogy nem lennek egy Beatles múzeumban, mert tudják nagyon jó, hogy Liverpoolról szól, hogy a Rolling Stones meg United, hát a United hát nyilván más. Tehát rengeteg ilyen emlék, hát rengeteg sztori, rengeteg ember, akik bejönnek, és már az ajtóban, tényleg a bejáratnál már könnyeznek, vagy már visítanak, hogy gyerünk már. Igen, hát sok minden, szinte majdnem minden nap van valamilyen élményünk, és ez tényleg a közönségnek, a vendégeknek köszönhetők, mert ők hozzák magukkal a sztorikat, a viselkedéseket, és a többit, mi csak örülünk, hogy itt vagyunk, és ennek részesei lehetünk. És hát rengeteg embert kihagytunk ebből a beszélgetésből, de körülbelül ennyit, időben ennyit szántunk rá. Amit most mondani tudunk, ugye nem tudtunk méltóképpen megemlékezni az 5. évfordulóról. Valahogyan bepótoljuk, vagy ha még lesz lehetőség, akkor az idén ezt nem nagyon látom, hogy ennek sok lehetősége lenne. Maximum a decemberi Lennon napot fogjuk majd egy kicsit ilyen születésnappá is avanzsálni. Egy akusztikus koncert biztos, hogy lesz cukorzoli barátunkkal. Igen, tehát azt mindenképpen szeretnénk valahogy méltóképpen megünnepelni. Úgyhogy valószínűleg oda fogjuk ezt a szülinapot is tolni, tehát egy ilyen közös John Lennon szülinap, 40 éves évforduló és 5 éves Beatles Múzeum évfordulót szeretnénk majd tartani. A közeljövőről most igazából még csak mi sem tudunk sokat mondani. Ami lehet, az is lehet, hogy a jövő héten ki tudunk nyitni, hogyha a most a napokban úgy döntenek, hogy az zárt múzeumok is nyithatóak, akkor kinyitunk. Mert már most mi is szeretnénk, ha jöttétek és élveznétek ezt, amit létrehoztunk, mert kitakarítva, megcsinálva minden megvan, minden update-elve van, úgyhogy alig várjuk a közönséget, de ez nem rajtunk áll, úgyhogy ezt nem tudjuk. Egy kis meglepetéssel azért a honlapon majd találkozhattok. Szerettük volna levetíteni az antológia sorozatot így az 5. szülinap alkalmából a moziban.
Hát erre ugye nem tudunk most egyelőre lehetőséget találni. Úgyhogy valószínűleg, ha keresgélnektek a honlapunkban, akkor ott megtaláljátok a feliratos verziót, és így a karanténban közösen megnézhetjük ezt a csodálatos 8 részt, mert talán a legjobb, ami a Beatles-szel kapcsolatos sztorizás, az amikor ők mondják el a saját életüket. Köszönjük, hogy itt voltatok és meghallgattatok bennünket. Mindenkit puszilunk. Köszönjük ezt az 5 évet nektek. Köszönjük ezt az 5 évet. Elsősorban szeretném megköszönni azoknak, akik segítettek a létrehozásban. Ugye egyáltalán a helyet, akivel létre tudtuk hozni, ugye Micski Mariannéknak, Bányai Robinak, Molnár Gábornak, akivel azért az egésznek az ötlete létrejött, és ugye a kivitelezés megtörtént, Billy barátomnak és Szabó István kollégámnak, akik ugye pont kiegészítik egymást, és... Én szép vagyok. Igen, ő a szép. István meg a szebb, de hagyjuk ezt. És hát ugye is tényleg végül pedig nyilván nektek, szüleinknek, családjainknak, mint ahogy tudjátok, a jó Istennek, aki nélkül ugye semmi nem jött volna létre, a Beatlesnek, és hát végül is nektek, még annyi sem lett volna, és aztán végül is nektek, akik eljöttök, itt vagytok, és szerettek minket, és eljártok hozzánk, és vendégek vagytok nálunk, és közösen szerethetjük ezt a zenét és történetet. Hozhatunk volna egy tortát? Igen, de megettük. De megettük.